A megyei első osztályban szereplő házigazda az első negyed óra végén Lakatos Zsolt érintés nélküli szögletből lőtt góljával szerzett vezetést az NB3-as Gyula ellen. A második fél időben a vendégek voltak mezőnyfölényben, helyzeteik is akadtak, miként a másik oldalon is adódott lehetőség a gólszerzésre. Egészen az utolsó percig úgy tűnt, hogy győz a bakta, akkor 11-eshez jutott a Gyula, amit Erdős váltott gólra. Ezt követően a játékvezető kiállította Illés Lászlót, a hazaiak játékos edzőjét. A hosszabbításban gólt nem, csak két kiállítás láthatott a közönség, Rátit a 97. Balogot pedig a 120. percben küldte le a pályáról a játékvezető. Következett a 11-es párbaj, amelyben a hazaiak egyszer sem hibáztak, míg a gyulaiak kétszer is, Burai kapufája után Marics István kivédte Zámbori lövését, így következhetett a baktai ünneplés. Az jutott olyan, hogy nagyon tovább akartunk jutni, nagyon akartuk a győzelmet, és ennek érdekében óriási erőket mozgósítottunk. Az utolsó utáni tartalékokat is sikerült előszednünk, és sikerült kivívnunk azt, hogy 11-esekkel újra sikerült tovább jutnunk. Bár úgy gondolom, hogy ha higgadtabban merünk játszani, akkor rendes játékidőbe is tovább juthattunk volna. A vendégek megbízott edzője szerint megvoltak a lehetőségeik arra, hogy maguk javára fordítsák a mérkőzést. Hetek óta tart a gólinség, mi egyébként tovább szerettünk volna jutni a mai napon, és úgy érzem, hogy ez a gólinség, ami a csapat körül van, hogy a három csoportban talán azt hiszem, hogy mi vagyunk a harmadikok, akik a legkevesebb gólt rúgtuk, és ma is ez így volt, és rendes játék időben el tudtuk volna dönteni a mérkőzést, hogyha megint háromszor vittük kapusra a labdát, egyszer nem is tudom, mit kéne csinálni a csatárak, hogy berúgjuk, tehát jól küzdöttek, uraltuk a játékot, mentek, passzol, de egyszer nem tudunk gólt rúgni. A másik érintett megyebeli csapat, a Nyíregyháza Spartakusz 3-2-re kikapott Kozármislenyben, így elbúcsúzott a Magyar Kupától. A Bakta Lórendháza a legjobb 16 közé jutásért november 30-án lép majd pályára.